Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Tihanyból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Tihanyban, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek Tihanyban. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek Tihanyban. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most! És akkor én lassacskán folytatom is tovább a mai kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim! Én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! De még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát szépen fordulok is egy 180 fokot, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen fordulok is egy 180 fokot. És én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem az ezt megelőző videómban. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiakban nem arrafelé folytatom a túrámat, hanem fordulok is egy újabb 180 fokot, és haladok tovább itt, Tihanyban, ezen a vasárnapi napon, a mai kis túrámban is. Tartsatok velem, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom a túrámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább a mai kis túrámmal itt Tihanyban, aminek majd lassacskán a végéhez fogok érkezni, hiszen hamarosan vissza fogok érkezni a belső tóhoz, ahol a mai kis videómat tulajdonképpen, a mai kis túrámat és egyben a videózásomat is le fogom zárni ezen a vasárnapi napon. És akkor haladok tovább, ahogy láthassátok. És hamarosan ugye jön az az útelágazás, ahol ugye a mai napon már voltam a délelőtt folyamán, mert tényleg jön az az útelágazás, ahol a mai napon már ugye voltam a délelőtt folyamán, mert tényleg ugye már jártam itt a délelőtt folyamán. Ugye a délelőtt folyamán, mindjárt mutatom, hogy melyik irányból érkeztem. Ugye én a délelőtt folyamán konkrétan ugye abból az irányból érkeztem, tehát arrafelé van Tihany. Én a délelőtt folyamán abból az irányból érkeztem, tehát a délelőtt folyamán abból az irányból jöttem, még a délelőtt folyamán, és akkor ugye a délelőtt folyamán konkrétan arrafelé folytattam tovább a túrámat. Tehát a délelőtt folyamán arrafelé folytattam tovább a túrámat, most pedig ugye onnan jövök, valójából bezárult a kör,
mert ugye egy körtúrát csináltam ezen a mai napon, ugye onnan jövök, tehát abból az irányból jövök, és akkor mutatom, hogy merre haladok a továbbiakban. Hát a környezet az közben így néz ki. Hát itt halad ugye fölfelé egy magánút, ez nyilván egy magánút, ami itt halad, és akkor folytatom tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én a továbbiakban arra felé haladok, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki a környezet, ugye arra felé van Tihany, tehát abban az irányban van Tihany, és így néz ki a környezet. És akkor természetesen haladok tovább, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én már folytatom is tovább a mai kis túrámat, még mindig itt Tihanyban természetesen, hiszen ezen a vasárnapi napon is itt Tihanyban túrázok voltak éppen, mert tényleg ezen a vasárnapi napon is itt Tihanyban túrázok, és egyben ugye ez lesz a mai utolsó videóm, tehát a mai napon több mint valószínű, hogy ez lesz a utolsó videó, ami egyben azt is jelenti, hogy hamarosan a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez fog érkezni itt Tihanyban, és egyelőre szerintem egy kis időre búcsút intek Tihanynak, mármint a videózás szempontjából, tehát egy kis időre szerintem búcsút fogok inteni Tihanynak, mármint a videózás szempontjából, több mint valószínű, hogy egy kicsit most majd búcsút intek Tihanynak. Nyilván videózás céljából nem fogok idejönni a közeljövőben. Nyilván másokból igen, de azért, hogy én itt videózzak, szerintem a elkövetkezendő időszakban nem fogok idejönni Tihanyban, hiszen az elmúlt 4 napban, tehát elmúlt 4 napban, mert tényleg már 4 napja annak, hogy ugye itt túrázok Tihanyban, ugye csütörtökön kezdtem el a itteni túráimat Tihanyban, így 2024-ben, és szerintem egyelőre tehát nem fogok túrázni itt Tihanyban, legalábbis úgy nem, hogy közben videót is rögzítek. Szerintem egyelőre így videózás szempontjából ez lesz az utolsó Tihanyról egyelőre, kis időre, búcsút intek Tihanynak, mármint a videózás szempontjából. Nyilván más szempontból nem, tehát nyilván fogok még jönni ide Tihanyba, de nem azért, hogy videózzak, hanem csak úgy. Tehát valószínűleg csak úgy még fogok jönni ide Tihanyba, hiszen ugye tényleg az elmúlt 4 napban szinte itt voltam Tihanyban, és szinte bejártam az egész félszigetet, mert szinte tényleg bejártam az egész félszigetet ebben a elmúlt 4 napban, de nézzétek meg az elmúlt napok videóit is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor itt nem sokára majd elkanyarodok balra, tehát itt majd hamarosan el fogok kanyarodni balra. Közben megmutatom nektek, hogy hogy néz ki a táj. Tehát így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát maga a táj az így néz ki, mert tényleg így néz ki a táj. Nagyjából Tihanynak a közepén vagyok, mert tényleg nagyjából Tihanynak a kellős közepén vagyok, nagyjából. Ugye én abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki maga a táj. Ott ugye, ami ott látható, az a hegycsúcs, az nem más, mint a kis erdőtető, amit ugye a pénteki napon átismáztam, konkrétan a pénteki napon azt a kis erdőtetőt, de nézzétek meg a pénteki napon készült videókat is, köszönöm szépen! Tehát ugye a pénteki napon ott voltam fent, a kis erdőtető tetején, tehát ott voltam fent a pénteki napon, ott voltam fent, van is róla videó, nézzétek meg, köszönöm szépen. Ott pedig ugye Tihany van a háttérben,
Tehát maga Tihany az ott van a háttérben, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát maga Tihany az ott van. És akkor így néz ki tulajdonképpen a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Itt van egy nagyon szép kis legelő, itt a domboldalban. Tehát itt van egy nagyon szép kis legelő, itt a domboldalban, ahogy látható. Mert tényleg egy nagyon szép kis legelő van itt a domboldalban, ahol legel is két szamár. Tehát legel is itt két szamár itt a domboldalban. Nagyon szép kis legelő. Láthassátok, hogy villanypásztorral végig körbe is van kerítve tulajdonképpen. Én ugye abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök. És így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye az ott a kis erdőtető. És így néz ki maga a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát maga a táj az így néz ki. És akkor haladok is tovább itt a Tihanyban. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor én már folytatom is tovább a túrámat itt Tihanyban. Ezen a vasárnapi napon is. És lassacskán a mai túrám a végéhez fog érkezni. Közben jön itt egy szamár. Ó! Láthassátok, hogy itt van egy szamár. Ott a szamár, ott figyel a bokor mögül. Tehát ott figyel a szamár. Ahogy láthassátok ezen a felvételen. Ott van egy szamár, illetve van egy másik is, ott hátrébb. Tehát van ott egy másik szamár is a háttérben, ami szerintem vemhes, mert eléggé széles. Szerintem vemhes az a szamár, ami ott jön. Közben itt hempereg a másik a porba, itt a bokor mögött, itt a bodza bokor mögött. És ott megjön a másik szamár. Két szamár van itt, ahogy láthassátok, két szamár. Én vagyok a harmadik, csak nem vagyok ott bent közöttük, pedig szerintem oda való volnánk. És így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki maga a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És igen, itt van bent két szamár. Lássátok, ott vannak a szamarak. Tehát ott vannak a szamarak, ahogy látható ezen a felvételen. Ott van két darab szamár gyerekek, ott a bodzabokor mögött. Tehát ott van két darab szamár. Na de haladjak is tovább. Hihetetlenül itt vannak ridegtartásban. Ja, ezek szamarak egyértelműen. Ő egy szamárcsődőr. Tehát ő, aki itt van most velem szembe, ő egy szamárcsődőr. Az ott mögötte, szerintem az meg egy szamárkanca. Ja, ez egy csődőr, ez a tarkabarka. Ja, ez egy csődőr, gyerekek. Ez egy szamárcsődőr, ez a tarkabarka. És ott mögötte, ami ott van, az pedig egy kanca. Tehát az kanca szamár, vagyis lány szamár. Ez pedig itt egy fiú szamár. Tehát ez itt a fiú szamár, az pedig ott egy lány szamár, ami ott látható a háttérben. Láthassátok, hogy itt vannak a szamarak. Ő ugye egy csődőr, és ő pedig ott hátul, ő pedig egy kanca, tehát ő pedig egy kanca, vagyis lány szamár, ez pedig egy fiú szamár, ami itt ballag el előttem, tehát ő egy fiú szamár tulajdonképpen. Igen, fiú szamár. Én pedig ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és akkor haladok is tovább természetesen. Ne itt a szamarakat bámuljam, hisz én is egy szamár vagyok. Ott kéne legyek közöttük igazság szerint, mert én is csak egy szamár vagyok. Na, gyerekek, akkor haladok tovább arra felé.
És akkor vessünk még egy utolsó pillantást erre a kancára. Ő egy kancaszamár, ugye? Tehát ő ugye egy kancaszamár, vagyis lányszamár, ami ott látható. Tehát ő a kanca, a másik pedig a fiú szamár, vagyis a csődör. És akkor én itt haladok tovább, arra tovább egyenesen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor én már folytatom is tovább a túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Itt pedig van egy elhanyagolt szőlő. Tehát láthassátok, hogy itt van egy ilyen elhanyagolt szőlő. Van itt egy pár sor elhanyagolt szőlő, ahogy látható ezen a felvételen. Nyilván ezt a szőlőt már senki nem gondozza évek óta, ahogy ez kinéz. Szerintem ez már sok-sok éve nincs gondozva ez a szőlő, ami itt látható, hiszen eléggé el van vadulva, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor itt mindjárt el is kanyarodok balra, tehát itt szépen el fogok kanyarodni balkész felé, és szépen elindulok a belső tó irányába, ahol a mai kis túrámat voltak éppen le fogom zárni. Ugye a tegnapi napon, vagyis szombaton arrafelé haladtam, tehát szombaton ugye arrafelé túráztam, abba az irányba haladtam szombaton, vagyis a tegnapi napon. Itt pedig ugye itt van ez az elhanyagolt szőlő, mert ez tényleg ez egy elhanyagolt szőlő itten, mert nagyon el van vadulva, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát ez egy elhanyagolt szőlőterület, mert rendesen el van vadulva, ezt évek óta már nem gondozhassa senki, ezt a szőlőt, ami itt látható, tehát ezt már évek óta szerintem senki nem gondozza, mert baromira el van vadulva, ahogy látható ezen a felvételen. Én pedig ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát arról jövök, és akkor folytatom tovább a túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé haladok. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Közben megszólalt a szamár, méghozzá a csődör, tehát megszólalt a csődör szamár, kiengedte a hangját egy kicsit, gyerekek, megmutatta, hogy ő neki van hangja is. Na, gyerekek, megyünk tovább, és lassacskán tényleg a túrám végéhez fogok érkezni, hiszen hamarosan visszaérkezek a belső tóhoz tulajdonképpen, ahol a mai kis túrámat elkezdtem, mert tényleg a belső tónál kezdtem el a mai kis túrámat, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen, és akkor szépen haladok visszafelé a belső tó irányába, természetesen még mindig Tihanyban. És egyelőre szerintem majd búcsút intek Tihanynak, ténylegesen is. És akkor így néz ki, itt valamikor szőlő volt. Mára már csak a hűt helye van itt a szőlőnek. De ezt ugye a tegnapi napon már megmutattam néktek, hogy mára már csak hűt helye van itt a szőlőnek. De egy évvel ezelőtt még emlékszek, hogy itt szőlő volt. Erre tisztán emlékszek, hogy itt egy évvel ezelőtt, ezen a helyen, ahol most ez a hatalmas üres plac van, itt egy évvel ezelőtt még szőlő volt konkrétan. Erre tisztán emlékszem, hogy itt még egy évvel ezelőtt szőlő volt. Hát kivágták, nyilván majd ültetnek újat, egy új szőlőültetvény lesz itt, több mint valószínű. Szerény véleményem szerint. Aztán majd meglátom, hogy mi lesz majd itt.
természetesen majd jövök még ide vissza Tihanyba, mert még fogok visszajönni ide Tihanyba, szerintem többször is, de nyilván nem videózás céljából, hiszen a elmúlt 4 napban szinte végig videóztam egész Tihanyt tulajdonképpen, mármint a külterületet, tehát egész Tihanynak a külterületét az elmúlt 4 napban szerintem simán végig videóztam, szerény véleményem szerint, úgyhogy egyelőre nem lesznek innen videók, mármint innen Tihanyról, Tihanyból. És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát így néz ki a környezet. Itt is szőlő volt valamikor, tehát itt is szőlő volt valamikor régen. És akkor így néz ki maga a környezet. Én ugye konkrétan most abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki maga a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És itt pedig a szőlőnek a hűlt helye van konkrétan, mert tényleg itt a szőlőnek a hűlt helye van, hogy láthassátok ezen a felvételen, tehát itt a szőlőnek ugye a hűlt helye van konkrétan, és akkor haladok is tovább, folytatom tovább a túrámat itt Tihanyban, ami majd lassacskán a végéhez fog érkezni, mert tényleg már lassacskán a mai túrám a végéhez érkezik, hiszen pillanatokon belül visszaérek a belső tóhoz, ahol a mai kis túrámat szerintem be fogom fejezni ezen a vasárnapi napon, illetve a videózást is. És akkor ugye ezt a szántóföldet már a tegnapi napon is megmutattam, amikor itt jártam tegnap. Hát ugye itt is szőlő volt valamikor, hát 1 évvel ezelőtt itt még biztos, hogy szőlő volt, erre tisztán emlékszem, hogy itt 1 évvel ezelőtt ennek a szántásnak a helyén, ami itt látható, itt szőlő volt még 1 évvel ezelőtt, hát kivágták, ahogy láthassátok, tehát kivágták a szőlőt konkrétan, majd nyilván újat telepítenek, több mint valószínű, hogy új szőlőt fognak majd ide telepíteni, szerény véleményem szerint, mert nyilván erre van valami szabályozás, hogy ide majd szőlőt kell telepíteni, szerény véleményem szerint, és itt van ugye a szőlő, igaz, már csak 3 sor maradt belőle, tehát itt van ugye 3 sor szőlő, van itt konkrétan, ez is eléggé elhanyagolt állapotban van, ahogy elnézem, tehát ez a szőlő is eléggé elhanyagolt állapotban van. Szerintem ezt sem mostanában gondozták ezt a szőlőt se, hogy így elnézem. Tehát ez sem mostanában volt szerintem utoljára gondozva, illetve karban tartva. Láthassátok, hogy milyen elhanyagolt állapotban van ez a szőlő itten. Tehát ez jól látható, hogy ez eléggé elhanyagolt állapotban van. Idén nyilván itt még nem volt gondja viselve ennek a szőlőnek, sőt, szerintem tavaly se, így ránézésre. És akkor hamarosan vissza is érkezek tulajdonképpen a belső tóhoz, ahol a mai kis túrámat szerintem ténylegesen is be fogom fejezni itt a belső tónál. És egyelőre, ahogy mondottam, ugye búcsút intek Tihanynak videózás szempontjából, tehát egyelőre búcsút fogok inteni Tihanynak, de csak a videózás szempontjából, tehát mostanában már nem fogok ide jönni videózni, nyilván másokból igen, de azért, hogy videózzak, azért nyilván már nem fogok ide jönni a közeljövőben, szerény véleményem szerint. Aztán meg ugye soha sem mondasz, hogy soha, tehát nem is mondom azt, hogy soha nem jövök ide, de szerintem egyelőre Tihanyt úgy videózás szempontjából jegelni fogom egyelőre. Aztán jöhet a Bakony, a Balatonfelvidék, Pannonhalma környéke, hát majd meglátom, hogy mit tudok ebből megvalósítani. Hát valójában a Balatonfelvidéket azt már megvalósítottam idén többször is, sőt, idén már voltam fönt a Bakonyban is,
meg még fogok is fölmenni a Bakonyba, szerintem, túrázni. Hát, hogy itt Tihanyba, hogy fogok-e túrázni idén? Hát azt nem mondom, hogy nem fogok túrázni idén, itt Tihanyban, de több mint valószínű csak az sima túra lesz, videózás nélkül, mert szerintem legközelebb, tehát egyhamar nem fogok itt videót rögzíteni, itt Tihanyban, hiszen az elmúlt 4 napban más se csináltam, mint itt Tihanyban videóztam tulajdonképpen, az elmúlt 4 napban, de nézzétek meg a elmúlt napok videóit is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És itt van tőlem már jobb kézre Tihany, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát itt van már tőlem jobbra Tihany, illetve itt van a belső tó. Tehát itt van már ugye Tihany és a belső tó, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát itt van már ugye Tihany. Visszaérkeztem tulajdonképpen ide a belső tóhoz, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Konkrétan én most ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arról jövök. És így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a környezet, ahogy láthassátok. És szerintem lassacskán le is zárhatom ezt a mai kis túrámat, hiszen ténylegesen is visszaérkeztem ide a belső tóhoz. Ugye a mai túrámat is innen a Tihanyi belső tótól indítottam, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor ugye visszaérkeztem ide Tihanyba konkrétan, mert tényleg visszaérkeztem ide Tihanyba, méghozzá a belső tóhoz, és szerintem majd lassacskán le is zárom a mai kis túrámat. Természetesen nem itt a szélzajban. Hát természetesen nem itt a szélzajban fogom lezárni a mai kis túrámat, hanem behúzódok egy ilyen szélvédettebb területre, és szerintem ott zárom le a mai túrámat, nem pedig itt a bolond szélben, mert itt aztán fúj a szél tisztességesen. Bocsi a szélzajé, bocsi gyerekek, hogy szélzajosak vagyunk, de itt rendesen fúj a szél, konkrétan, északi irányból, mert északi irányból fúj a szél, méghozzá rendesen. És akkor itt jobbra kitekintünk, tehát szépen kitekintünk jobbra, és természetesen itt jobbra Tihany látható, hát ez itt természetesen jobbra ugye Tihany, ahogy láthassátok ezen a felvételen, ez természetesen itt Tihany, itt jobb kézre, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és maga a környezet az pedig így néz ki, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a környezet. Ott van szemben ugye Tihany, tehát ott van szemben Tihany, és ez pedig itt a belső tó, ami itt látható ezen a felvételen. Hát valójából visszaérkeztem a belső tóhoz, ami egyben azt is jelenti, hogy a mai kis túrám tulajdonképpen pillanatokon belül, vagyis hamarosan a végéhez fog érkezni ezen a vasárnapi napon, mert tényleg most már pillanatokon belül végéhez érek a mai kis túrámnak. Hát lányok és fiúk, egyelőre el fogok köszönni Tihanytól, ez már biztos, hogy egyelőre elköszönök Tihanytól, mármint így a videózás szempontjából, tehát egyhamar nem fogok videót rögzíteni itt Tihanyban,
hiszen az elmúlt 4 napban ezt csináltam, hogy itt Tihanyban rögzítettem videókat. Hát most ez valószínű, hogy egy darabig nem lesz, mármint Tihanyban való videózás, hanem jöjjön a Balaton felvidék, a Bakony, illetve Pannonhalma környéke. Hát majd meglátom, hogy mit tudok kihozni ebből a egészből. Hát ez majd kicsit még a jövő zenéje szerintem, hogy mit hozok majd ki ebből az egészből, hogy most lesz-e Pannonhalma és környéke-e vagy sem. Tehát azért erre most nem vennék még mérget, hogy még eljutok még Pannonhalma környékére is idén. Hát lányok és fiúk, lassacskán az maradt vissza, hogy a mai kis túrámat ugye végül is lezárjam itt Tihanyban, a belső tónál. Szerintem ki is húzódok ide a bokros részre, és szerintem a mai kis túrámat le is zárom. És egyelőre Tihanyról ennyi, tehát egyelőre nem fogok újabb videókat rögzíteni itt Tihanyban, egyelőre. Tehát egyelőre mondom ezt csak, hát majd meglátom, hogy mit hoz a jövő. Hát egy biztos, hogy Tihanyból most egyelőre elég volt, így a videózás szempontjából, hiszen az elmúlt 4 napban itt videóztam Tihanyban. Nézzétek meg az elmúlt 4 nap videóit is, köszönöm szépen. És akkor lassacskán el is köszönök tőletek, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben a újabb kis túrában is. Remélem, hogy majd legközelebb is velem lesztek, ami nem tudom, hogy mikor és hol, de fogok még jelentkezni túrákkal, nyilván, hogy jöjjön részemről a elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ennyi lett volna a mai kis túrám. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, ami még nem tudom, hogy mikor és hol, de fogok jelentkezni újabb túrákkal és újabb videókkal is. Egyelőre Tihanyból nem, tehát egyelőre innen Tihanyból nem lesznek újabb videók, hiszen az elmúlt 4 napban itt túráztam Tihanyban, tehát nézzétek meg az elmúlt 4 nap videó termését is. Köszönöm szépen, egyelőre a mai kis túrám ennyi lett volna, zárom ezt a túrát, zárom ezt a videót, zárom a mai videózásomat. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, egy következő túrában, egy újabb helyszínen, egy következő helyszínen, ami nem Tihany lesz. Remélem, hogy akkor is velem tartotok. A mai túrám ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Tartsatok velem legközelebb is. Addig is legyetek jók. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Tihanyból. És ne felejtjétek, ha ez a videó tetszett, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Na, sziasztok gyerekek, találkozunk majd egy következő videóban, egy következő túrában, sziasztok!
És akkor Tihanynak a látképével megköszönöm a figyelmet, hogy velem voltatok, tartsatok velem legközelebb is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Üdvözlettel Frici Tihanyból, és ne felejtjétek, hamarosan jelentkezek újabb videókkal, egy újabb túrában, addig is kérem a türelmeteket, hamarosan jelentkezek, legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Tihanyból, sziasztok! És akkor Tihanynak a látképével, illetve a belső tó látképével búcsúzok tőletek, és egyelőre elköszönök Tihanytól is, így a videózás szempontjából. Tartsatok velem majd legközelebb is, egy következő túrában, egy következő helyszínen. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Tihanyból, és ne felejtjétek, ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen, és most tényleg zárom soraimat, sziasztok!